Akárhányszor előkerül a sötét kard valamilyen Star Wars produktumban, mindig vadabbnál vadabb elméletek kerülnek elő azzal a kapcsolatban, hogy kié kellene legyen valójában a fegyver. Nem volt ez másképp a Mandalori tegnapi epizódjával kapcsolatban sem, amiben egyből mindenki azt kiáltotta ki, hogy mivel a droid legyőzte Dingerint, bókátán meg a droidot, akkor most már övé kéne legyen a kard. Ez viszont jelen tudomásunk szerint nem egészen így működik, szóval öntsünk tiszta vizet a pohárba. Ennek a dolognak nem az a lényege, hogy oda megyek, fejbe verem, elveszem tőle, és akkor az enyém akard. Ez sokkal inkább egy olyan rituális harc, aminek megvannak a maga körülményei. A múltban, mikor szabályszerűen cserélt gazdát a kard, akkor ez mindig így történt. Úgy érdemes ezt felfogni, mint egy box -match, amikor a világbajnokot kihívja valaki, aki maga akar lenni a világbajnok. Ebben az esetben sincs az, hogyha valaki oda megy az utcán hozzá és megveri, akkor utána ő lesz a világbajnok boxban. Oda a vezérhez, egyértelmű jelét adod annak, hogy ki akarod hívni, és ezt milyen célzattal teszed, a másik elfogadja a kihívást, és megküzdötök egymással. Miután Tarvizna meghalt, és a vízlaklán visszaszerezte a Jediktől a kardot, generációkon át az ő birtokukban volt. Kronológiailag az első hagyományos küzdelem, amit láttunk is, az Mól és Privizla között történt, amikor Mól megszerezte a kardot, és ő lett a Mandalor vezetője. Pálpatén nem olyan célzattal érkezett a bolygóra, hogy kihívja Molc az afeletti uralom megszerzése érdekében, csak a szarvát akarta letörni, Haha. -ha. A kardot nem is vitte magával, nem érdekelte, nem tartott rá igényt, így mikor Mol megszökött az erőitől, visszakapta azt. Ugyanez játszódott Lászókával is utána. Neki sem az volt a kihívói szándéka, hogy Mol helyébe lépjen, és valószínűleg a széria készítői is azért nem a sötét kardot adták Mol kezébe erre a harcra, hogy az ilyen jellegű félreértéseket el lehessen kerülni. Azzal, hogy Szabin kvázi ellopta Moltól a kardot, Mol pedig nem sokkal ezután meghalt, megszakadt a vonal. Viszont mivel a mandaló élén a birodalom helytartójaként gár Saxon állt, Szabin pedig egy ilyen, kihíváson alapuló párbajban legyőzte őt, újra kezdődött a ciklus. A gond az, hogy ő a kardot felajánlotta Bókatánnak, aki pedig elfogadta azt, így ez rögtön meg is szakadt ismételten, amíg Gideon Moffoz nem került a fegyver. Ennek körülményeit most még nem ismerjük, viszont az, hogy a mandalóriakat kiírtó ember kezébe került egy ilyen jelkép, amit nem is tisztel, egyértelműen szembeköpi a kard teljes jelentőségét. Mikor Din legyőzte, reflexból elvette tőle a kardot, nem tudván arról, hogy ez mivel jár együtt, de mivel egy volt és elvette tőle a fegyvert, ami gazdátlan nem lehet, így az övé lett. Bó pedig még egyszer nem akarja csak úgy elfogadni a múltban történtek után. Dintől két esetben kerülhet el jelen helyzetben a kard. Vagy valaki kihívja, mint ahogyan Pázvíz azt a boba soriban, és veszít, vagy meghal és a kard gazdátlan marad, azok pedig, akik igényt tartanak rá, megküzdenek egymással, hogy eldöntsék, ki legyen, ugyanúgy, mint ahogy Sabine és Saxon tették ezt a lázadókban. A droid nem győzte le Dint, csupán csapdába ejtette, a kardot meg valószínűleg azt sem tudta mi az. Bószorult helyzetében felhasználta ezt, hogy kiszabadítsa Jarint, de a kart csak akkor lenne az övé, ha kihívná és legyőzné Dint egy-egy az egy elleni párharcban. Ettől függetlenül látszott a mozgásán, hogy jelen helyzetben ő sokkal alkalmasabb a használatára, mint Din, de ez a jövőben még változhat. Ezen felül az sem elképzelhetetlen, hogy ezt az egész rendszert megreformálják és együttműködnek majd, két külön filozófiát való csoportosulás képviselőiként, ami a többi mandót is összefogásra ösztönözheti. Bó éppen erről beszélt a tegnapi epizódban is, ilyen módon pedig teljesen mindegy lenne, hogy kinél van maga a kard. De persze ez mind majd az elkövetkező epizódokból kiderül, addig is legyünk türelemmel.